Rabnő rabja. Kormi már egész népszerű kezd lenni a piacon, csak úgy beszélnek róla a rab. Kis trafikja forgalma megnőtt, mert mindenki kíváncsi arra a kandúrra, aki rabszolga tartót vett magának. Mert hát milyen dolog az, hogy vett magának egy rabszolganőt, és még a mancsát sem érintheti meg. Minden házi munkát elvégez helyette, mintha nem Kormi vette volna meg, hanem az őt. Kormi mellett az öreg nyakörv készítő lakik. Éjszaka látja, hogy Kormi az alvó lánykát figyeli fent a tetőtérben. Aztán egyre közelebb megy hozzá, és néha még meg is érinti. Mira a lány felébred, de ő megnyugtatja, biztonságban van, aludjon csak tovább. Tekintete gondterhes volt. Bántotta, hogy a szépséges szívehőgyét meg sem érintheti. Egyik nap a trafikő előtt ült, és szemei elmerengtek. Egy ismerős hang szólította meg. Köszöntelek, kedves Kormi! Kormi felnézett, és jakit látta maga előtt. Ó, kedves barátom! Két napon át kerestelek, hogy pénzed visszaadjam, de sehol sem leltelek. Most már viszont nem tudom visszaadni, mert bizony elköltöttem. Örülök neki, hogy a pénznek, amit adtam, hasznát vetted. Lenne viszont egy kérésem. Szeretnék egy éjszakát nálat tölteni, ha ja, lehet. Rendben, nagyon szívesen látlak, drága barátom, de meg kell ígérned, a vendég szeretetemet kifizetni nem akarod. Éjszakára szállást nyújtani nem tudok, viszont megkérem az idős szomszédom, aki nyakörveket készít és egyedül él, adjon neked éjszakára menedéket. Mond, kedves barátom, miért nem alhatok nálad? Már nem vagyok egyedül, mert van egy rabnőm. Igazán nem lehet gond, te és a rabnőd megalszatok lent, én meg a padláson. – Azt nem lehet. Én a rabnőmmel nem alhatok, mert félelmetes, amit tesz. – Akkor hát te lennél az, aki vett egy rabnőt és most szolgálja? Messzi földön is beszélik és nevetnek rajta. – Ne is beszélj róla. Minden amiatt, a pénz miatt van, amit adtál. Azóta bejönnek a trafikomba az emberek és kérdezősködnek. Aztán jól kinevetnek. – Na, le. beszéljünk rólad. Megtaláltad már a lányodat? Még nem, pedig már mindenfelé kerestem. Mint hiába. Mégis, hogy veszett el? Egy szép nyári napon a többi lánya kiment a tengerpartjára. Jól érezték magukat, nevettek, szórakoztak. A kalózok megtámadták őket, és elrabolták. Úgy hallottam, a kalózok a lányokat a nagyúr szerájába adták el. Onnan viszont még soha senki sem szabadult. Félek, soha többet nem kaphatom vissza, és végleg elveszítem. Úgy lehetne csak kihozni, ha valaki megdönteni a nagy úr hatalmát. Vagy rengeteg pénzzel. Azzal sok mindent meg lehet oldani. Kérlek, erről ne beszélj, mert a pénz miatt még meg is ölnének. A piac végén én áll a szolgám. Vigyázz a szamára. A szamár oldalán van két nagy kosár. Mindenki úgy tudja, hogy vánkos anyag van benne. Elárulom neked, hogy nem egészen. A kosár csak félig van anyaggal. Mind a kettő aljában pénz van, méghozzá rengeteg. A kosarakat el szeretném helyezni nálad, hogy biztonságban tudjam. Benned megbízom. Vajon a rabnőd is megbízható? Ismerem már annyira, hogyha megkérem, hogy ne nyúljon hozzá, semmiképpen még csak meg sem fogja érinteni. Kormia trafikját bezárta, és kedves barátjával hazaindult. Közben beszélt a szomszédjával, hogy akinak este szállást tudna elnyújtani. Az öreg készítő szívesen leállotta fel vendégszeretetét Kormi vendégének. Közben odaértek Kormi házához. Beléptek. Hófehér éppen a tűzhelynél készítette Kormi vacsoráját. Jaki, ahogy meglátta, odaszaladt és össze-vissza csókolgatta. Egymást a karjaikba zárták, és csak halkan mondták. Leányom, a másik, apám. Kormi csak állt meglepetten. Jaki a földre borult, és hálát adott a teremtőnek, hogy útja ide vezette. Korbi megszólalt. Hála az égnek, hogy szeretett lányodat, akit annyira kerestél, pont nálam találtad meg. Kedves barátom, most már megtaláltad a leányod, szabadon el is viheted. Már pedig nem úgy van. Mondd meg, mennyivel tartozom, hogy a rabságából kiváltassam leányom? Viszont el nem viszem, hanem marad. Mert nálad derek a férjet neki, sehol sem találnék. Tehát, ha ő is szeretné, áldásom rátok. Hófehéres szót sem szól, csak forrón, szerelmesen megcsókolt a kormit. A fiú el sem hitte. A lányt forrón csókolt és ölelte, ájulásnak nyoma sem volt. Kormi oly boldog volt, mint talán soha az életben. A két fiatal azután két oldalról átkarolta a jakit. Majd Hófehér került középre, és két oldalról kapta az ölelést, a csókokat, és ájulásnak nyoma sem volt. Hol apja, hol férje csókolgatta. És ő inkább piros volt, mint sápadt. Hófehér megígérte, hogy elmeséli, mi történt vele. Az ablakon keresztül az öreg nyakövt készítő mindent látott. Nem akarta megzavarni a nagy örömöt, és éppen vissza akart menni, amikor Kormi meglátta. Gyere be, kedves szomszéd! Amit látod, igen vígan vagyunk! A szomszéd igencsak elcsodálkozott, mikor meglátta a ölében ülve Hófehért. Nem itt a szemének. Főleg, mikor látta, hogy Hófehér még meg is csókolja kormit. Tisztelt szomszéd, most már ennő nem rabszolga, hanem a feleségem. A másik férfiú pedig feleségem atya. Most már nem vagyok a rabszolgám rabja, hanem hites ura, férje, mert az apja nekem adta. Most pedig mulas velünk. Jaki elküldte szolgáját az egérsütőhöz, egész este vigadtak és falatoztak. Hát így lett meg hófehér és kormillakodalma. Viszont a vigalmat megleste a nagyúr kéme. És nem győzött csodálkozni, hogy hófehér még nyomát sem mutatja az ájulásnak, a rosszul létnek, pedig fiatal férje igencsak csókolgatja.